A Vértes agórájában második alkalommal szerveztek rá hangolót. A családok által kedvelt programsorozat azért jött létre 5 évvel ezelőtt, hogy egyrészt megismertesse és megszerettesse a komoly zenét a legkisebbekkel is, másrésztről pedig, hogy a családoknak is egy tartalmas időtöltési lehetőséget kínáljon. A legutóbbi rendezvény Kis Mozart a barátunk címet kapta, melyen egy vonós négyes mutatta be a közönségnek a híres zeneszerző műveit. Ma délelőtt másodszorra vagyunk itt az agórában ráhangolózni, a gyerekeket egy kicsit bevezetni a klasszikus zene világába, és ennek a mai délelőttnek Kis Mozart a barátunk címet adtuk. Farsangi időszak van, úgyhogy a 18. századból táncokat fogunk a gyerekeknek elsősorban mutatni, úgyhogy kicsit bemutatjuk Mozart életét, ennek a csoda gyereknek az életét is. 5 évvel ezelőtt találtuk ki ezt a sorozatot, azzal a céllal, hogy a legkisebbeket minél korábbi életszakaszban, nagyon fogékony életszakaszban bevezessük a klasszikus zene világába, megismertessük velük a szimfonikus zenekarban használatos hangszereket. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy kiknek szól a rendezvény. Igazából azt mondjuk, hogy bárki jöhet, jönnek egész kisbabákkal is, hát ők valószínűleg a tartalmi részéből nem sokat értenek, de a zenét ők is már biztos, hogy élvezik. Aztán az óvodásoknak van nagyon sok új információ a zenéről, a hangszerekről, de igyekszünk mindig úgy összeállítani a programot, hogy még a felnőtteknek, a szülőknek is legyenek új információk. A családok pozitívan vélekednek a programokról, hiszen nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is remek élményt nyújt. Nagyon-nagyon élvezzük, rettenetesen 2 gyerekkel jövünk, és 2 szülő. Úgyhogy mindkét gyerek nagyon-nagyon szereti a zenét, otthon nálunk is sok hangszer van, úgyhogy itt mindig örülnek, hogy felismerik ezeket a hangszereket, szóval nagyon-nagyon tetszik nekünk. Kocsis Melinda nem csak magáról a programról, hanem a zeneszerzőről, Mozartról is lelkesen beszélt. Nagyon szeretjük, hiszen már pocakos koruk óta ismerik és hallgatják, úgyhogy tudják, hogy ki ő, hogy egy nagyon-nagyon csodálatos zeneszerző, felismerik a zenéit is. Mindenképpen már pocakos kortól kezdve nagyon-nagyon jó program, családi program, aztán a legkisebbeknek is, illetve hát már egész a kisiskolás korosztályig. Én úgy gondolom, hogy nagyon széles palettán mozog a program. Tatabányán jövő hónapban rendezik meg a tavaszi fesztivált, melyre a ráhangoló lelkes csapata egy nagyobb szabású előadással készül, melyen Prokofjev egyik ismert és kedvelt zeneművét, a Péter és a Farkast adják elő.